Sziasztok, én Lucky vagyok, és üdvözlök mindenkit egy újabb SimCity videóban. Hát srácok, lányok, haladunk, mint vadállat, igazából már a területünk, hát így tipre, 70, annyit nem, mit tudom én, szóval a területünk egy részét már beépítettük, mondjuk az, hogy 66% aztán kész. Itt még azért van egy nagyobb terület, meg itt is azért van kiaknázatlan hely, ami kis városkánkban. Na nézzük, hogy mit szeretne itt ez a csajszi. Higgy benne, szeretne még egy templomat, hát de itt van egy templom, ide szoktak jönni amúgy az emberek, ki az kiírja, ha 119-en voltak ma, tegnap 126-an, reggel 6-tól este 8-ig a misén, aztán az esti misén kevesebben voltak, igen. Na mindegy, szóval jelenleg így állunk, illetve mondtátok nekem, hogy helyi szénszállítmány be, ez ha be van kapcsolva, és ha ez exportra van állítva, akkor is kap szént a széntüzelésű erőmű, a helyi szállítmányt, ha bekapcsolom. Elvileg. Szóval igazából ezt is nyugodtan állíthatom expóra. Attól függetlenül. Igen, és itt ezt a helyi szénszállítmány, ha be van kapcsolva, akkor elvileg ellátják ezt a erőművet szénnel a mi kis raktáraink, de ez az, igazából mindjárt ki fog derülni, hogyha elmegy az áram, akkor tudjuk, hogy miért megy el. Na, és megszavaztátok, nagyon sokan mondtátok, hogy igen, szerintetek mindenképpen legyünk turisztikai központ, ezért kell majd egy turisztikai hivatal, de előtte a közlekedési hivatalt mindenképpen érdemes lerakni előbb, mert jobb lenne először kiépíteni magát a közlekedést, és csak utána rámenni a turisztikára, amint megvan egy tök király kis közlekedés a városunkban, onnantól kezdve. Hiányzik a tanulás. Iskolák még nincsenek, ebben igaza van. Mik ezek a hangok? Kell letenni mindenképpen iskolákat amúgy? Tehát én nem feltétlenül raknék le, de mindegy, tudod mit, igazából most lerakok egy iskolát, azt lerakom, vagy se teljesen felfejlesztem. Az sem lesz nekik elég szerintem. Amúgy ezek itt túl kicsik lettek ezek a területek, nem? Vagy csak nekem tűnik most túlságosan kicsiknek. Lehet, hogy azt kéne csinálni, hogy mondjuk, mert túl sok a kereszteződés, tudjátok, hogy mondjuk itt ezeket a köztes részeket lebontani. Nem tudom, mindegy, egyelőre meghagyjuk, aztán majd ez a jövő zenéje lesz, nem tudom hova tegyem az iskolát, tegyem ide. Itt senkit nem zavar, nem? Ja, legyen itt egy iskolánk, egy a fene. Felfejlesztük természetesen tantermekkel. Hát ide hátrafelé. Nagyon jó, ki lett maxolva. Teszünk le buszokat is. Még egy utolsót. Nagyon jó táblát. És egy ilyet is. És ki van maxolva ez a csodálatos busz iskola. Remélem egy elég lesz nekik. De ha nem, akkor palhét csapok. Ez így jó lesz, oké. Rendben, akkor nézzünk meg, hogyha letennék egy vonatállomást, az úgy hogy néz neki. Az itt így néz neki. Letegyük? Tegyük le. Gyoló. Oké, és igazából tök egyszerűen megcsináljuk ezt az utas részét, ez a legnagyobb, igen. És hát valahogyan le kéne tennem. Túl közel egy meglévő kereszteződéshez. What kind of kereszteződéshez van túl közel? Hát nem tudom, hogy néz neki jól. Hát így... Az a baj, kicsit ferde amúgy ez a téma. Nem jó. Hát 40 ezerért leraktuk, szóval én most már onnan fel nem fogom szedni. Talán annyira nem problémás, nem? Meg hogyha mondjuk most csinálok egy ilyet. Az úgy gáz. Inkább menjen egyenesen ide. Vagy hát csinálhatjuk még ívesen esetleg.
Íj, ezt nem akartam vissza. Hát Istennek nem vesztettünk ezzel olyan nagyon sok pénzt. De és amúgy feltolom az időt, hogy mehet gyorsabban. Nem kell itt annyira lelassulni. Hát jó, igazából ennyi. Ennyi. Hát jó, jó, elköltöttem nagyon sok pénzt, bakker, ezt tudom volt fejleszteni. Csak egy ilyet tudok lerakni, bőven elég. Jó, hát igazából tényleg szerintem ez így ennyi lett. Oké. Amit szeretnék csinálni, hogy akkor most már fixen. Az a baj, itt biztos igen, itt rohadt nagy forgalom van miatta. Az viszont gond lesz, mert ennél jobban nem tudom felfejleszteni itt ezeket az utakat, hogy gyorsabban engedjék át az embereket. Esetleg ide lehetne bekötni valahonnan egy ilyen strádát. De hogy honnan, azt egyelőre nem tudom, hogy így így, és M. Á, nem lesz jó sehogy se. Pedig azért menő volna, de sajnos nem tudjuk ezt így megcsinálni. Mindegy, hát akkor bízunk benne, hogy nem lesznek akkora nagy dugók, vagy én nem tudom. Szerintem most csak ezt tudjuk csinálni. Mi a probléma? Betöltetlen közepes keresetű állások. Hát közepes keresetű. Igen, ezek csórók. Ez közepes például, ez is közepes. Vannak azért közepesek. Nem tudom, hogy miért olyan nagy probléma. Szerintem ilyennek az... nem is tudom. Miket csináljunk ide? Azt még nem tudom. Lehet, hogy lehet, hogy lakóövezet lesz, de az is lehet, hogy kereskedelmi. Tegyünk ide egy kereskedelmit ide, pont a vasúthoz. Szerintem tök jól lesz ott, nem? És akkor mondjuk ide meg jöjjenek lakók. Aztán köszönöm szépen viszontlátásra. És hát nézzünk meg mondjuk lehet, hogy most már kellene még ipari negyed, mert van most rá egy kis igény az a helyzet. Következő fejlesztés 30 ezer lakosnál lesz, jelenleg 20 ezeret szép lassan megközelítjük. Nem olyan rossz az, kérem szépen. Kérdés, hogy hova szeretnénk a turisztikai részleget? Ide? Vagy pedig ide? Szerintem inkább ide. Ide... Ez itt szerintem megcsinálom ezt is ilyen lakó, meg kereskedelmi, meg... Hát... Mi ez? Ipari zónává. Mást igazából nem is igen tudnék csinálni. Szerintem ez kéne. Ez kéne most. Próbáljunk meg itt beépíteni ezt a témáját. Minél kevesebb kereszteződéssel kéne ugye megcsinálni, de nem lesz az azért az olyan egyszerű. Nem lesz olyan egyszerű, tudom én azt. Főleg, hogy ugye itt ezt ennek a szén cuccinak azért meg kell hagyni egy viszonylag nagy területet. Szerintem, hogy most már fejleszthetnénk egy kicsit, mennyibe kerül egy ilyen 14 ropogós. Kimaxolom, tudod mit? Egy a fene, kimaxoljuk. 375, hát így. Így most, hát megcsináltam így. Lehet, hogy mondjuk ehelyett így hátrébb kellett volna ezt is. Mindegy, most már egyelőre így marad. Nagyon sokat fogunk ezzel most termelni, kell még kocsi is. Hát tudom mit, akkor teljesen kimaxoltam ezt a szénbányát. Teljesen, 100%-osan. Reméljük jó sok pénzünk lesz. Itt igazából ennek továbbra is van 14 tonnája eltüzelni, illetve gondolom az eladásokból megjön szépen a pénz is. Szállítmány, aha. Mivel be van kapcsolva mindenhol a helyi szénszállítmány. Remélem ez azt jelenti, hogy szépen helyileg is felhasználjuk, igen, és köszönöm szépen mindenkinek a segítséget. És amúgy rakjunk le még a szénraktárat? Rakhatunk persze, egyefene. Kit érdekel, érted? Annyi pénzünk van, gyorsan jön a pénz amúgy. Előbb majdnem, jó, azért nem lenulláztuk magunkat, de gyorsan pénzt költöttünk, és nagyon hamar visszajönnek, hála Istennek. Itt azért már látszik, hogy itt fejlődnek a témája. Jó. Ide kellenek még buszok most például? Szerintem egyelőre nem, nincsen ezzel probléma. Minden fajta zónára van amúgy igény. Érdekes téma. Okay. Legyen az, hogy akkor ezt így megcsinálom, mondjuk, hát nem tudom. Ezt így behúzom.
és megcsinálom eddig, és ebben a területben nem építünk semmit. Az, hogy ennek a hitnak itt, hogy most van-e értelme? Nincsen. 100%. De hogy később lesz-e, ezt nem tudom. nem tudom, hogy kéne megcsinálni mondjuk a izéket sem. A zónák behúzását. Eddig ez kijön egyenesen, és rámenjen ez teljesen egyenesen, vagy valami ívességet tegyünk bele. Jó kérdés, mi? Jó kérdéseket teszek fel állandóan. Igazából annyi értelme lehet ennek a dolognak, azok gondolom megteltek a tantermek. Ja, hát nem tudok mit csinálni, hát most nem fogok még egy iskolát lerakni, abban biztos lehetsz. 1600-at vesztek vele óránként. Pai! Így, a személyszállítása probléma van, megteltek a szemétraktárak. Aha. Bizony látom, hogy megteltek. Akkor viszont tüzelünk. Bizony tüzelünk. És reméljük, hogy ez megoldja egyelőre a problémát. Tesszünk le még ilyeneket, meg hát... most már nem tudok letenni, de remélem azt, hogy el tudjuk tüzelni. Ha segít ezen a dolgon, mindjárt kiderül. De amúgy tudnék letenni most már egy ilyen menőbbet is. 111 ezer ér! Az durva lenne. Az kicsit durva lenne. Ja, hát igen, az a probléma, hogy... azért lejjen megy most egyelőre. Egyelőre szépen megy a tüzelés. Meglátjuk, meglátjuk, hogy ez egyelőre megoldja a problémákat. És ez az újrahasznosító központ... ú, de jól néz ki. Ez majd egyszer megcsináljuk, de egyelőre bízzunk benne, hogy ez a tüzelés megoldja a problémát. Tudnék esetleg, tudnék amúgy még egyet letenni, de azzal lerombolnám azt egy szegény egyetlen ipari helyet. Pedig szépen ez fejlődik meg minden, szóval én nem akarom bántani. Bízzunk a legjobbakba, srácok. Egyelőre most szerintem ez sikerült ezzel stabilizálni. Nagyon jó. Szóval igazából annyi értelme lehet ennek a hídnak, hogy itt nem lesz kereszteződés, de azzal egyetlen egy kereszteződést spórolunk meg, ami nem olyan sok. Sajnos nem olyan sok, de több mint a semmi, mondjuk így. Oké, akkor be kéne húzni. Játék, hogy szeretnéd? Hát... ez itt szerintem túl kicsi lesz, tudod? Elfelezem. Na az a baj, nem vagyunk így jóban. Mindegy, egyelőre akkor behúzom ezeket. Így. Oké. Jó. Ez is itt elment felesbe, meg hát akkor itt el is ráhúzzuk. Túl közel, ez nem pont egyenes. Miért nem pont egyenes amúgy? Na mindegy. Most már ilyen. Igazából szabad szemmel nem látszik, hogy ez nem is egyenes. Szóval szerintem ez nem probléma. Jó, ezt behúzzuk. Meg hát ezt is. És ott lesz egy nagyobb szerintem. De ott, itt is úgy van, szóval... szóval teljesen korrekt. Nagyon jó. És hát itt kéne akkor szépen megcsinálni megint. És hát a... nem tudom, hogy szépen összejön-e, de meg fogjuk próbálni. Ide esetleg kivezessük. Hát... nem tudom. Ezt már nincs értelme ezt kisebbre megcsinálni. Amit még tudnék esetleg, hogy ezt most így romboljuk le szépen most. Sorry, tudom, hogy ez pénzkidobás, de... muszáj. Hol húznám be? Itt húznám be. Nagyon jó. Ez az. Esetleg így? Nem tudom. Mondjuk, fogjuk rá, hogy így jó lesz. Ide meg szerintem már nem érdemes semmit se csinálni. Hát jó, beépítettük, itt van egy felüljárónk, itt ezen amúgy nem igazán van forgalom, úgy, ahogy látom. Villamosokat kéne majd csinálni, ezek... ja nem, ezek még nem olyanok. Igen, a sugárutakat még nem fejlesztettem fel, na, ahhoz majd sok pénz kell. Hogy állunk itt amúgy? Szerintem rakok le még ilyen...
tűzoltó autókat. Elértük a maxot, nagyon jó. Ja, szóval azokat is majd fel kell fejleszteni, aztán lesz majd villamosunk, meg minden, de szerintem akkor ide jöhetnek az emberek. Én amondó vagyok, hogy dír, dír, dír. Dír, 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 dír. Oké. Okay. Jöhet, most rohadt sok ember fog jönni egyszerre, viszont csinálunk nekik melót is, nem kell aggódni, itt ez mind meló lesz. Még ez is. De jöhet egy kereskedelmi, és ide, ezeket meg majd meglátjuk, hogy mikre lesznek igények. De szerintem lakóra, szóval egyelőre ide még ezt a sort meghagyjuk a jövőnek. És az turisztikai téma, látszik a ízé smog, de jó. Most hát nem jó, nem örülnek, de jó, hogy látszik. Igen, itt sikerült stabilizálni ezzel a szemétégetővel a helyzetet egyelőre, ez szuper. Ennek örül a luckei. Nem adjuk el a vizet, igaz, hogy nincsenek szomszédunk, de érted? Mi vízzel jól állunk, szennyvízzel jól állunk. Jól állunk mindennel, tök jól. Van-e lebontandó? Nincsen lebontandó épület sem. És ide szépen jönnek az emberek. Parkosítsuk nekik a dolgokat. Teszünk le alapparkokat. Csóró embereknek, hát mondjuk legyen itt ez egy csóró környék. Legyen egy, csak egy ilyen terület, csak egy park. Azért durva, mi? Túl nagy területet foglalnak ezeken, na mindegy, itt ez csóró környék. Közepesek, hát... Az a baj, nem akarok annyit lerombolni. Mindegy, lerakom ezt ide, egy közepeset. Ez jó sok parkunk van már amúgy. Oktatással nyilván megint probléma van, de ne, majd biztosan nem fog lerakni még egy iskolát. Egy épülék. Csinálunk nekik egy könyvtárat, hadd örüljenek. Vagy kell? Hát nem is biztos, hogy kell. Nem kell. Jó van. Hát most... nem kellett volna letenni azt az iskolát, mert... ezzel csak a probléma lesz állandóan. Na mindegy. Amúgy itt a mi kis szép városkánk. Szuper. Ezeket az utatokat, meg a sugárutakat majd fel kell fejleszteni valamikor. De szerintem még annak nem jött meg az ideje. Na, amúgy lakóövezetre van igény jelenleg. Egy kicsike. Ezeket belakjuk. Meg amúgy azon gondolkodom, hogy hol legyenek a... hol kéne lennie az izének. Turisztikai részlegnek, mert nyilván valahol vagy itt, vagy itt. Vagy a szél az arra fúj, és inkább a turisztikai részen legyen a smogosabb, vagy inkább a lakó részen. Szerintem nyugodtan lehetne a turisztikai rész itt, hogy erre fújjon a szél. Tipre. Na, mik itt a problémák? Miért vagytok boldogtalanok? Jól jön egy némi teherszállítmány. Mindenki a teherszállítmányra panaszkodik. Hát én pedig leraktam jó pár ipari témáját, szóval bízok benne, hogy ez megoldódik ez a dolog szép lassan magától. Szerintem akkor jöhetnek még lakóövezetek, és amúgy mindjárt leréljük a 30 ropogót. Az nagyon jó. Lakjatok szépen, ügyesen, okosan. Ez az. Ide is fér még, jól van. És ide jönnek az emberek, szeretnek itt lenni. Lehet, hogy most 260. 2000-ünk van már, bakker azért, az nem semmi. Oda néz, milyen szép ház épül itt. Mekkora. Oda néz. Éj, mekkora házak vannak itt már, te. Ebben mind ingatlan. Ez a Burj Khalifa. Nagyon király. Itt mindenki boldog amúgy. Ennek örülök. Hiányzik a tanulás. Most már nem? Most hát lehet, hogy még mindig, mert amúgy csak egy általános iskolánk van. Lehet, hogy le kéne rakni mondjuk egy közösségi főiskolát. Kell? Mennyibe kerül óránként? 500. Növeli a közeli ipari létesítmények technológiai szintjét, és növeli a közepes értékű telkek árát. Nem egy rossz dolog. Megvan a 30 000, és sikerült is.
A fejlesztés. Bum! Akkor jöhet a turisztikai központ, turisztikai hivatal. De szépen okosan ügyesen. Nagyon jó. Ami azt jelenti, ezek nincsenek elrúgva, nincsenek. Nagyon jó, mert hogyha ellesztek, akkor majd ez visszivatja, ez nem is dugul el. Ezek dugulnak el. Aha, itt a sárga a téma, akkor előzzük meg a bajt és tegyünk le egy ilyet, jó? Biztos, amit tud így nagyobb lesz a biztonság. Na, hát akkor én szerintem most ez körbe megyek ezeken az utakon, és felfejlesztem őket teljesen. Aztán meglátjuk, hogy ebből mi lesz. Szerintem ez sokba fog kerülni. És körbeértem, elvileg mindenhol megcsináltam ezt, és itt már egyből fejlődnek is az út mentén. Mindenhol villamos színes sugárút van már, ez szuper, de amúgy csak ekkora sugárúton, csak így körbe meg, így hát vagy itt, és amúgy ennyi az egész, de nem került olyan nagyon sokba. Oké, menjünk szépen a közlekedésre, és villamosok. Le kell tennünk egy villamos szervizt. Igen, hol legyen a villamos szervizünk? Valahol szerintem ezen a környéken lehetne tök nyugodtan, szépen ügyesen, szentimentálisan. Vagy esetleg itt, ez itt rontja a kinézetet. Itt ezeket a lakóvezetet ledózeroljuk. Hát. Legyen itt nem zavar senkit. Az a baj, még nem tudom, hogy fogom itt azt az utat továbbítani, de szerintem középen itt kihozok egyet, és elkönyödjük erre, meg erre, és valahogyan majd oda-vissza, nem tudom, tényleg még nem tudom. Oké, leteszem ide, van egy villamos szervizünk, teszünk le villamos hangárokat, nagyon jó, egyelőre mondjuk ennyit, leteszem ezt a témáját is, és jöhetnek a villamos megállók. Jöhet egy ide, hát úgy, hogy mindenhol legyen. Oké. Hát, legyen itt egy. Itt ez a ipari negyedni annyira nem fontos. Fú, ide miért nem tudok rakni? Ja, mert kereszteződések vannak ott. Ide végig nem tudok rakni, de ide már igen. Jó, igazából szerintem ennyi. Erre se tudok rakni. Na mindegy, ide rakok végig egyet. És akkor itt szépen mennek a villamosok. Ott a villamos megáll. Van már villamosunk, van vonatunk. Lesz majd reptérünk. Azt is le lehetne rakni már, nem? Közlekedés, repcsi. Oda néz. Tír. Ez valahol... Ma valahol majd letesszük, de egyelőre szerintem skip. Nagyon nyugodtan skippelhetjük, és akkor szépen kihozom én ezt az utat itt, mondjuk eddig egyelőre. És szerintem maga a turisztikai részleg, akkor az legyen itt, építsünk fel ide egy ilyen turisztikai csodát. Nem tudom, mondjuk egy kis kanyar legyen benne, nem olyan nagy, csak egy kis cukika. Hát, nem tudom, így. Fogjuk rá, jó, és akkor innen egyenesen belemegy, nagyon jó, körbe mondjuk, eddig, itt is lehetne egy kis kanyar, itt a végéig jön neki mondjuk, így, egyenesen, és akkor itt kéne valahogyan visszaoktojálni a rendszerbe. Nem olyan rossz, nem? Vagy pedig csinálhatnánk ugye még egyenesen, így. Szerintem ívesen talán jobb. De amúgy ide is bemehetne, de nem, inkább oda menjen be, nem? Szerintem... Ó, mikor lesz túl éles? Itt eddig jó. Legyen így, kész, jó, nem kell túlspirálni, teljesen tökéletes, hibátlan. És itt ezen a terület, nagyon megnövekedett a... Aha, nincsen elég vásárjel, ki lakóvezetek, hogy több vásárló legyen.
Hát sorry, I can't do this right now. Most lehet csődbe fog menni pár cég. Na mindegy, bízunk benne. Itt már ide nézve, akkora több turistára van szüksége. Na az mindjárt lesz, öreg. Olyan turista központ leszünk. És ide le kéne tennem még villamos megállókat mindenképpen. Azt mondja, hogy villamosok, megálló, tér, túr, tér. És itt ezen a környéken, jaj, már nagyon nagy a probléma, lepauzolom addig. Hát ide esetleg jöhetnek még emberek lakni. De itt olyan turista központ leszünk, bekakkantatok. Na, nézzük meg szépen itt a specializálódásnál. Mi a probléma? Nincs. Ja, le tudok rakni fémipari központot, szerintem az nekem most nem kell, mert nem annyira erre fogunk most rámenni. Itt még termeljük a témáját tök nyugodtan, van itt még jó sok szén. De nekünk most szerintem szépen átváltunk majd arra, hogy a turisztika menjen nekünk. Magas turistika vonzer, nő a közepes. Szerintem tegyük le ezt a pizai ferdetornyot. Kezdjük egy nagy ágyúval. Vagy úgy kéne, hogy egyrészt normálisan kihasználjuk a területeket, másrészt pedig hát ugye elférjen minél több is. Meg hát szép legyen, nekem az fontos. Tegyük be ide a sarokba, az cső, nem foglalja valami túl nagy helyet amúgy. Ez itt tökéletes. Na, van egy pizai ferdetornyunk, elköltöttünk rá 200 nem tudom hány ezer ropogót. Jó. Na, ha ez nem hoz turistákat, akkor semmi. Öreg. Viszont a repteret max majd ide fogom lerakni, ide még elférne amúgy. Vajon? Azon gondolkodom, teszteljük már le. Teszek le ide egy földutat, mondjuk így. És azt mondja, közlekedés, repcsi, bim. Arra nem lehet rátenni. De amúgy nem férne el szerintem. Elég nagy hely kell neki amúgy. De ide majd a sarokba így valahogyan befittyentjük. Berakjuk ezt a földutat, meg akkor innen töröljük, hát ez nem volt elég. De várj, ha hosszabb utat húzok, mondjuk így erre már csak rá lehet rakni, nem? Csak le akarom tesztelni. Aha, és elfér, de nem tudom bővíteni még egy pályával. Aha, jó, oké. Okay. Meglátjuk majd. Mert szépen az idő megy, nagyon jó. Hát és majd meglátjuk, hogy hoz-e profitot. Ugye most mínusz 1220 szimulón per nap. De hát ugye hajnali 5 óra lesz mindjárt, szóval ilyenkor nem igen vannak ott emberek. Na, most kezd reggeletni, igen. Jó, jönnek az emberek, vagy mennek. Hol mentek ti? Nem tudom, de mindegy, van buszunk is, meg van mindenünk, szóval nem kell annyira aggódni. Buszmegállókat is teszünk ide szerintem. Így. Ide is kéne mondjuk egyet a vonatállomás, az aztán cső. Na, ma már profitba vagyunk, 623 szimoleonba. Hát remélem ennél azért több lesz majd. Kíváncsi leszek a nap végén, mennyi lesz. És akkor így szépen megy majd körbe a turisztikai látványosságok. Vagy nem tudom, így tudom elképzelni. De ugye alakul ez a város, kezd alakot önteni. Mi lesz majd, ha nem lesz elég hely az embereknek a városban? El kellene gondolni, arkológia projekte nagy munka lenne, de akkor aztán belakhatnánk az egész régiót. Igen, ezen el lehet gondolkodni, hogy az arkológia az gyakorlatilag az, hogy befoglalok más városokat is. Tehát például ide is leraknék egy várost, és majd mindenképpen az a jövőben szeretném megcsinálni. De például van egy nagy mű is, oda néz. Azt, hogy miért építsünk ide, azt még nem tudom, majd meglátjuk. Meglátjuk mindenképpen. Na, mi a probléma? Várj, egy közepes méretű várossá. Hát csináljuk, 5000 lakos kell ahhoz. De még mindig probléma van, amúgy a lakóvezeteknél nincs elég vásárló, továbbra sem, hiába neveltük meg a turisztikai lényegét a városunknak. Na, 3000-es profitba vagyunk, ez már szuper.
főiskolát szeretné fogadjunk. Ja nem. Hát megcsináltam az összes tantermet, amit csak tudtam, szóval csitújjál, légy szíves. Na jó, nagyon jó. Igazából csinálunk majd még ilyen turisztikai látványosságokat aztán. Így, de nincs elég vásárló, ez nagy probléma. Akkor csináljunk már meg azt, hogy itt lerombolok itt mindent. Ja, várjál, állítsuk meg az időt. És... Oké. Okay. Jó. És lerombolunk itt mindent. Oké, okay, mehet az idő. Ez az, és akkor hát ide is költöznek az emberek. Nem egy túl sok, túl nagy dolog, de valamire elég. Valamire elég lesz. Oké, okay. Mi a helyzet a szénnel? Ha elszállt a maga bányászváros legyünk, építsünk fémipari központot. Nem, nem akarok bányászváros lenni. Egyelőre tök jó, ez egy bányászunk, meg minden, jó buli. De a jövőben nem ez a fő irány, hanem inkább a turisztika, igen. Szóval ide majd telecsapjuk ilyen Notre Dame-val. Mik vannak még, amúgy érdemes lenne megnézni. Tegyünk most le még egyből valamit, mert igazából pénzünk van 200 ezer megint, szóval majd drága helyet megint le lehetne tenni a szabadságszobor 500 ezer. Sydney Opera ház. Azt a betyárját! Ez volt bitang nagy, de nem néz ki valami jól. Mindegy, tegyük le, nem? De hogy hogyan tegyem le? Legyen az egyelőre itt. Aztán majd ide még húzunk sugárutakat középre, hogy valamiért, nem tudom. Hogy jobb legyen a közlekedés, bár akkor megint túl sok lesz lehet a kereszteződés, na mindegy, meglátjuk majd. Jó, harkológiát akkor egyelőre skippelem, és hát jó, ezt is leraktuk. Ide alkalmazottakat keresnek. Már 9000 profitnál vagyunk, és még csak délután 17:30. Szóval ez még mehet feljebb. Első napján ez teljesen korrekt. 10000-es profit, nem? Szerintem tök jó. Jó, van, itt is itt fejlődünk, már nagyon-nagyon sűrűsödnek itt a helyek. Szuper, szuper, itt is. Mindenki boldog. Az üzletünk több vásárlóra van szüksége. Na, op, már is nem boldogtalanok. Ezek szép lassan fejlődni fognak szerintem. Legalábbis bízok bennem. Megint probléma van a vásárlókkal. Azt majd igyekszünk megoldani. Na, mi a helyzet a rendőrségen? Járőre autó parkolókat, és akkor kimaxoljuk. Egye fene. Első a biztonság. Teszünk még le cellákat is. Dér, ki lett maxolva a rendőrkapitányság is. Jók vagyunk. Szerintem jók vagyunk. Kíváncsi leszek, hogy ez az cucc hozzá majd profitot, remélem. Meg ízét kéne, hogy először úgy láttam, mintha égne, de nem. Arra leszek kíváncsi, hogy... De miért sétáltok? Miért nem mentek villamossal amúgy? Ott szállnak fel a villamosra, de... Miért? Ja, mert... Hát oda ki kéne menni, aztán onnan mehetnének. Na mindegy. Mi a helyzet, tesókám? Nem tudjuk felvenni az utasokat, mert tele vannak a járatok, akkor... Lehet, hogy emiatt amúgy. Teszünk le még busz megállókat. Kimaxoljuk ezt is. Dear, oda néz. Összes busz megálló le lett téve. Fejlődünk szerintem. Ó, ide eseményt lehet szervezni. Oké. Okay. Következő részben szervezünk az operaházunkba egy eseményt. Kíváncsi leszek, hogy hogy fog működni. De itt már vannak gyakorlatilag felhőkarcolóink, srácok, lányok. Több turistára van szükség. Hát én most igyekszem hozni a turistákat, srácok. Ha tetszett az a videó, mindenképpen lájkoljátok. Én Lucky voltam. Cső.